Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal a 100 éve Magyarországon letelepedett Verbita Isten ige társasága rendről szólnék. Tehát így kerül ez most ide, vettük a nagy rendeket, de 100 éves évfordulójuk van a magyar földre településüknek, és fontos róla legalább egy pár szót szólni. Hát messziről kell kiindulni, mert Jézus a föltámadása után parancsot adott arra, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot az apostolok minden nemzetnek. Az ősegyház ezt magától értetődőnek tartotta, hogy mindenki a maga módján megy és tanúságot tesz Jézus Krisztusról. És ott nem csak az apostolok, vagy a későbbi papok, diákonusok, hanem valamiféle formában mindenki ezt végezte. Akkor, amikor a Nagy Konstantin féle vallásszabadság elkezdődött, és az állam is beleszólt az egyház életébe, sok jót is, és hát sok negatívumot is hozott magával az államegyháznak a kialakulása, akkor sokszor maguk az államok vezetői, császárok, királyok voltak azok, akik főként a betóduló barbár népek megtérítésén fáradoztak. Természetesen az soha nem lehetett olyan minőségi munka, mint amikor az ősegyház idején, akár a vértanúságot is vállalva, szinte embertől emberig, lélektől lélekig terjedt a hit hirdetés, hanem egy ilyen nagy általános tanítással, megkereszteléssel és valamilyen módon állami törvényeknek a behajtásával is krisztianizálták a népet. Mi szerencsések voltunk, mert Magyarországon, vagy a magyarok között egy szent életű király tette ezt, viszont volt, ahol meg kell mondani, hogy sokkal erőszakosabban és nagy erővel, néha majdnem katonaság bevetésével is próbálták a császárok, a barbárokat keresztényé tenni. És hát ekkoron már az igazi hithirdetést a szerzetes rendek kezdték végezni, hát persze a világi papság is. Gondolok itt a bencésekre, akik elmentek Angliába, elmentek Európa államaiba, de az ő térítési módszerük az volt, hogy valahol letelepedtek, kolostort alapítottak, úgynevezett monasztikus kolostort, ahol éltek, és a kisugárzásuk hatására a környéken az emberek lassan-lassan keresztény hitre tértek. De azután volt egy olyan mozgalom is a rendek között, amelyek kimondottan a misszióra helyezték a működésük súlypontját. Már ilyenek voltak a domonkosok is, akik hát főként a kora eretnekségével szálltak szembe az európai területeken a pogányoknak, vagy a keresztényből eretnekké letteknek, és hát így próbálták őket hittérítés által keresztényé tenni, de ugyanakkor ők már elindultak az összefüggő kontinensen, mit értek rajta, tehát nem kellett még akkor átkelni a tengeren, eljutottak akár a tatárkánnak az udvaráig is. A legnagyobb domonkos, Aquinói Szent Tamás még egy nagy könyvet is írt erről, a Contra Gentilest, a pogányok ellen mondanánk így, amiben ilyen hit érveket adott arra, hogy vajon miért kell kereszténynek lenni, és mi az, ami a pogány vallásokban, hát a babonasság, vagy éppen a ostobasságnak a
határátsúrója. Akkor, amikor a felfedezések megnyitották az európai ember előtt a nagy tereket, nevezetesen Észak-Dél-Amerikát, majd Ausztráliát, akkor még inkább fontossá vált, hogy a hittérítés, a misszionálás szervezet legyen. Ilyenek voltak többek közt a jezsuiták is, akik nem csak a pápa hűséggel, a negyedik fogadalmukkal indultak el a szokásos evangéliumi tanácsok mellett, hanem elindultak az újonnan felfedezett földrészekre a pogányok megtérítésére. Aztán eljutottak egészen Dél-Amerikába, még azokat a redukciókat is létrehozták a őslakosságból megszervezett, mondhatni nagyon optimális államokat, ahol ember számba vették a benszülötteket. Persze mindjárt sok ellenségük támadt, mert azon területeken, ahol nem a spanyol vagy a portugál király hatalma érvényesült, ott már is elestek sok mindentől az uralkodók, itt pedig a benszülött megtérítettek, emlékszünk talán a missziófilmre, egész emberséges életet élve jól érezték magukat, és ezek ellen nagy támadást indítottak, főként a spanyol uralkodók. Azután mindig egy újabb-újabb hullámban valamelyik rend elkezdte az evangelizációt, vagy helyben, vagy a missziót a távoli vidékeken. A verbitáknak a rendje, amelyet immár szentté amalatott Arnold Janssen alapított meg, egész késői fejlemény az egyház történetében. A 19. századra esik az ő élete, 1839-től, 7-től 1909-ig élt. Németországban egy különös világ volt, valójában még nem is volt Németország, mert még nem alakult ki az egységes új második német birodalom. Egyik volt a Barbarossa idején, a második a Bismarck-féle Poroszország, és a harmadik volt, amit Hitler mindig emlegetett, hogy ő a harmadik birodalom. Na most a poroszok vezetésével kezdték egységesíteni a német tartományokat, fokozatosan kizárták az Ausztria vezető szerepét a német területeken, és fűződik ez egy Bismarck nevű kancellárhoz, és az ő Kulturkampfjához, a kultúrharcához. Az szörnyű volt, mert ő úgy találta, hogy az egyház az állam az államban. Tehát annak, ha autonómiája van, szerzetesrendjei vannak, intézményei vannak, aztán egyetemesen iskolákat tart fönn, ez neki nem jó, az államnak nem jó, mert nem tudja végbe vinni az ő akaratát. És elindították a kultúrharcot, ami egy nagyon erős támadást intézett a katolikus intézmények, szerzetességek ellen, és Németországban valóságos üldözés indult ki, akár a papok, apácák és hitvalló emberek ellen, hozzáteszem katolikus emberek ellen, mert ugye Bismarck az protestáns volt, élete végén már kicsit másként gondolkodott, főként 13. Leó hatására, de minden esetre ez az időszak volt az, amikor nagyon-nagyon háttérbe került a katolikus egyház. És ez a verbita rend megalapítója, Arnold Janssen, ez Gok városában született, sok gyermekes családból, pap lett, és az akkori gimnáziumban egyrészt hittant és természet, tudomány, fizikát tanított. De az üldözés olyan fokúvá vált, hogy ő se tudott megmaradni ott, hanem átment Hollandia területére, Stein városába, és ott azt gondolta, hogy ott alapít egy új egyházközséget, sőt azt mondta,
hogy ha valakiket üldöznek, német katolikus papokat, akkor ne húzódjanak meg a csendben és a névtelenségben, hanem akkor menjenek misszióba. És ez a gondolat született meg benne, hogy missziós egyházat kell létrehozni, és akkoriban a kínai misszió jó erőteljessé vált, mert már megnyitotta a császárság a falait, be lehetett menni a jezsuitáknak, meg a többi hithirdetőknek újfent. Mert valamikor bent voltak ők, csak aztán bezárták a falakat, hol kinyitották, hol bezárták, és akkor ő ezt megtudta, és azt mondta, hogy hát Kínába is kell indítani missziót. Egyébként hát arról szó volt, hogy amikor a jezsuita rend itt virágzott Kalocsán, jezsuiták is, mi több iskola nővérek is mentek a kínai misszióba, tehát még ismerhettünk is olyan nővéreket, akik oda mentek. Na már most ő oda ment, és hát egy ilyen teljesen új szemléletű szemináriumot, gimnáziumot hozott létre, amiben a missziós papokat kezdte képezni. Ő nem ment misszióba, talán egészségi állapota se engedte meg, hanem inkább szervező volt európai területen. Szó szerint szeretném idézni, hogy mit mondott ekkor. Azt mondta, az Úr kihívása készteti lelkünket, tehát mondhatnánk így a régies szóval, hogy az Úr próbatétele, akkor alkossunk új dolgokat, mikor az egyház összedőlni látszik. Hát úgy gondolták ott Németországban, hogy az egyházat teljesen tönkreteszik, szinte megsemmisítik a kultúrharc idején. És most kell csinálni valami nagy dolgot, ami a helyi egyháznak a segítségére van. És ő korán felfedezte a sajtó apostolságot, hát nyilván akkoriban nem volt se rádió, se tévé, se más ilyen elektromos hírközlő szerv, de sajtó az már működött, és a ilyen Jábor címet adott az újságának, hogy a Kleiner Herz Jézu Bote, tehát a kis Jézus szíve hírnök, hirdető, ezt adta az újság címének, és a verbiták, akik az ő rendje lett, annak a tagjai, nagyon nagy hangsúlyt fejtettek ki később a sajtóapostolkodásban. És milyen nevet adjon ennek a missziónak? Azt mondta, hogy legyen az Isteni Ige Társasága. Societas Verbi Domini. Ezt jelenti, tehát valaki ezt olvassa, vagy így látja a verbitákod, SVD, azok a verbiták. Na most ennek egy kettőssége van, hogy az Isteni Ige Társasága. Hát egyrészt tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus, a teológia, hát már János evangélista is így mondja, hogy az ige testélőn. Ebben az a gondolat van benne, egy Filóra visszamenő gondolat, egy zsidó filozófus volt Jézus előtti időkben, hogy az Istennek a szava az valóságosan megelevenít dolgokat. Olyan nagy hatású a szava, hogy életre kell az, amit az isteni szó által hát kimondottá lesz. Na most, mi a leghatékonyabb? Isteni szó. Az, amikor ő maga testesül meg, fölveszi emberi létünk természetét, ezért lesz ő az isteni ige, az ige testélőn. Tehát oly nagy fokú lesz az isteni szó, hogy emberi testet ölt Jézus Krisztus személyében, ő a második isteni személy, és Jézus azt mondja, én pedig mondom nektek, amit atyámnál láttam, azt adom tovább, amit ő mond, az az Isten szava is. Tehát ő nem úgy van, mint a proféták, hogy ezt mondja, meg azt mondja az Úr, hanem ő. Én pedig mondom nektek. Tehát
Az isteni ige az nem más, mint Jézus, megtestesült volt az ige testélőn, olvassuk a János evangéliumában. De ugyanakkor van neki egy másik jelentése is, hogy ezt az igét nekünk hirdetni kell. Az ige hirdetés munkájába kell állni. Tehát ez a kettős jelentése van, és innét van a rend elnevezése, hogy verbiták. Mert a verbum az annyit jelent latinul, hogy, vagy magyarul a latin szó, hogy ige. Mikor a latin misében azt mondják, verbum domini, Isten szava, Isten igéje. Mi meg úgy mondjuk, ez az Isten igéje, így mondjuk a Szent Lecke után. Tehát itt ebben volt egy kettősség az ő elnevezésében, hogy legyen olyan társaság, amiben hát Jézus Krisztus személyének a tanítását, mint ige hirdetést a legfontosabbra teszik életükben. És hát ezt 1875-ben a Kisboldogasszony napjához kötötten alapította meg, nem sokára rá alapított egy női rendet is, ugyanezzel a szándékkal, hogy a Szentlélek szolgáló leányai, de még olyat is alapított, hogy a Szentlélek örök imádó szolgái. Tudnék azt mondta Arnold, hogy nem elegendő csupán a tevékenykedés. Nem elég misszionálni, iskolákat, intézményeket létrehozni, hanem imádkozni kell. És legyen egy olyan közösség is háttérként a verbiták mögött, akik az imádság állandósított formájában az eukarisztia előtt, az oltári szentség előtt, mint egy örök imádókká válnak. Megalapítja tehát ezt a rendet, hozzá gimnáziumot és egy missziós szemináriumot. És teljesen ebbe az irányba készíti fel a papokat, nem annyira ilyen elméleti teológusokat képez, hanem nagyon praktikus gondolkodású embereket, akik először is hát kellő bátorsággal rendelkeznek, hogy elmenjenek a világ bármely tájára, tanuljanak nyelveket, és legyen bennük meg a képesség arra, hogy az ottani néppel fölvegyék a kapcsolatot, és mint egy inkultúráltá a saját kultúrájukba beleágyazottan hirdessék az evangéliumot. Arnold Janssentől nagyon sok ilyen magvas gondolatot találtam, de nem olvasom én azt mind föl. Így magyarázza, hogy minek a hitterjesztés. Aki a hitterjesztésén fáradozik, és ebben segít, nem csak a saját lelke üdvét mozdítja elő, hanem sokakét. Mert itt nem csak a megtérőkre kell gondolni, hanem azok utódaira is. Tehát nem csak azt a pillanatnyi embert, hanem az utánuk jövő nemzedéket is megtérítjük azáltal. Hát majd szólok itt egy-két nevesebb verbitáról, de itt van a kalocsai származású Mészáros Ferenc atya, aki körülbelül egy 6-7 éve ezelőtt halt meg, még személyesen magam is ismertem, verbita lett, ugye kiment Rómán keresztül a távol-keletre, Indonéziába, most pontosan nem is tudom melyik szigeten tevékenykedett, és olyan jól és nagyhatású módon, hogy az ő nyomában 6 jöttek vissza Magyarországra, de kis filippínók. Hát a néhány évvel ezelőtti hajósi atya Miskei papa Modestus, akit a ottani emberek csak Domestosnak hívtak, ugye, Modestus atya jó még tanult magyarul, és itt volt, most körömbe ment el, oda vitték el, ott nagyon sok cigány van, cigány ember, és hát azoknak a pasztorációjára. De ugyanakkor más ilyen szerzetesek is vannak közöttük, tehát itt látszik egy, hogy mennyire
hatékony volt a működésük, hogy ennek a Modestosnak a szüleit eskedte, a Modestost keresztelte, és azt mondta, hogy ha ő is ilyen verbita lesz, akkor Magyarországra jön vissza, hiszen az ő családjának, meg népének a hittérítője egy magyar volt, Mészáros Ferenc atya, én magam is ismertem. És hát ugye ő is tudott sok nyelvet, és ami csodálatos volt, hogy a magyar sem felejtett el, mint sokan mások, szokták hosszú távollét után, 50 évig volt távol, de mindurka akcentus nem volt a beszédjében, amikor visszatért Magyarországra. És akkor még ezt is mondja ez a Szent Arnold, hogy milyen más munka lehet fontosabb annál, mint amelyiknek gyümölcsei örökké tartóak. Melyik olyan széles körű, mint amelyik magába foglalja az irgalmasságos összes műveit. Azáltal, hogy Istenhez vezeted az embereket, kenyeret adsz az éhezőknek, otthont a hajléktalannak, ruhát a mezítelennek, egészséget a betegnek, szabadságot a foglyoknak, és életet a halottaknak. Tehát azt mondja ő, hogy a misszióval nem csak a keresztény hitnek az elveit adjuk át, hanem egy életformát. Életformát, aminek mindig következménye az, hogy átalakul az ember, átalakul a társadalom. Hát gondoljuk meg, a magyar bejövő törzsek jobbára nomád állattenyésztő emberek voltak egy része, meg aztán még kalandozott is, mint fegyveres katona, de valójában a tényleges földművelésre, a magasabb kultúrára onnéttől volt ráfogható a magyarság, miután krisztianizálódott. Mert biztos, hogy volt nomád kultúrája, de hát az nem felelt meg itt ebben az európai világban, azzal mi elvesztünk volna. Nekünk át kellett venni az európai népeknek a kultúráját, és ezt a hittel is átvették, tehát egyszerre hozták a kultúrát is, és mai időkben is így van, hogy iskolákat tartanak fenn, és hát a kor szükségletei, tehát például nagyon sok AIDS beteget is ápolnak kórházaikban, beteg ellátó intézményeikben. Aztán volt még egy gondolata a Szent Arnold Janssennek, most ismétlem a szót, egy ilyen könyvet adott ki, hogy csak az Isten akarata legyen. Most ennek is kettősége van. Erről már sokszor volt szó, hogy az Isten akarata, mi nem azt értjük elsődlegesen, hogy ha valaminek, kinek valami nagy baja van, akkor abban a pillanatban azt mondja, hát legyen meg az Isten akarata. Ugye? Elestem, legyen meg az Isten akarat. Hát ez akkor ez borzasztó lenne. Mi van az igazság mélyén? Az, amit Szent Pál mond Timóteusnak, az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ez az Isten akarata. Ugye, atyám akarata az, hogy aki látja a fiút és hisz benne, örökké éljen, mondja Jézus. Ez az Isten akarata. Ő nem immelámmal akarja. Csak hogy ebben az akaratban, hát egyrészt benne van az emberi társult akarat, az embernek is akarnia kell, illetve azt, hogy én ezt a munkát végezzem, sok minden más körülmény is kísérhet, sokszor megpróbáltatás formájába. Hát maga Jézus Krisztus a legkiválóbb példa erre, azért jött, hogy az embernek Isten szeretetéről tanúságot tegyen, más szóval így szoktuk oda, hogy megváltsa, visszavigye az atyai házba. De ő ennek érdekében még a kereszt halált is elvállalta. Tehát nem azért jött ő, hogy keresztre feszítsék, az már csak egy következmény volt abban, hogy ő az Isten akaratát is teljesítette. Na tehát így fogja föl, és sok-sok gondolata van erről Arnold Janssennek, hogy lehet betegség, lehet mindenféle megpróbáltatás, háborúság, minden az ember életében, Isten segítségünkre lesz, megadja azt a lelki erőt, hogy ott helytálljunk. Nekünk azt kell teljesíteni, ami ott és akkor a legfontosabb. Tehát
Ez is egy nagy gondolata Szent Arnold Janssennek, hogy ezt így végezzék az ő misszionáriusai. És ő egy nemzetközi, most nem is jó szó ez, én inkább így mondom, egy katolikus missziós közösséget alapított, amiben nem egy nemzetnek a fiai voltak, hanem mindenfélék. Tehát ők azon voltak, hogy amikor ilyen közösséget alkotnak, abban minden népből, akik éppen a rendhöz tartoznak, legyenek ott. Ezért is nagy szükség volt a nagy nyelvtudásra. Hát ott volt, híres Verbita volt, az is egy olyan 10 éve körül halt meg, a Zsoldos Imre 16 nyelvet beszélt. És nem ám úgy mint ahogy, mikor etwas kaufen, ugye valamit, hanem folyékonyan. Hát itt van a nagybecskereki püspökatya, a német László azt 10-et beszél. Hát én mikor, ő püspöki titkár is volt egy 10 évvel ezelőtt, talán emlékszünk rá, onnét bácskai születésű, de bejárta a világot, volt ő Lengyelországba, Ausztráliába, Ausztriába, Rómába, Új-Zélandba, vagy szigeteken, mindenütt volt, és olyan nyelvtudása van neki, hogy amikor így beszél, ha mit tudom én, közvetíteni egyik francia, másik angol, akkor így fordít neki, és akkor kérdeztem tőle, neked mindig eszedbe jutnak a szavak? Azt mondja, hát mikor már nagyon fáradt vagyok, akkor már azért így néha akadozik a nyelvem. Már nagyon fáradt vagyok. De folyamatosan, magam hallottam franciául, angolul, németül. Úgy, hogy hát csodálkoztam is, hogy szinte a nyelvzseni közé lehetne őt is sorolni, de ez a tulajdonsága a Verbita rendnek, hogy nagyon sok helyről verbulálódtak össze, és fontosnak tartják, hát aki például a magyar földre hozta 1916-ban egy Hansen Hubert nevű, gondolom egy igazi bajos sváb lehetett, hozta a Verbita rendet, egész jól megtanult utána magyarul, egy-két év alatt, amíg itt volt, hiszen a verbiták Magyarországra is jöttek, és jöttek már hagyományosan Európa keresztény országokba is, mert látták azt, hogy itt is nagy szükség van a misszióra. Ott ismerkedtek meg a magyarok a Verbita renddel, hogy Bécs mellett volt nekik, meg Heiligenkreuzben volt egy intézményük, meg Mödlingenben, és ott tanultak magyar származású papok, és akkor azt mondták, hogy hát el kellene hozni ide Magyarországra is a Verbita rendet, és Mária Kémendre, itt Baranyában van, 1916-ban jöttek, először ott telepedtek le, aztán Budatétényben, aztán Kőszegen, létesítettek egy lelki gyakorlatos házat. Most a rendszerváltozás után visszaállították, és nagyon sokan ott végeznek náluk lelki gyakorlatot Kőszegen, illetve a Méhegyház megyénk területén, Kiskunfélegyházán is voltak verbiták, valami Szent István ház nevű hát intézményük volt, vissza is jöttek egyen-ketten a rendszerváltás után, és hogy említettem, még Hajóson is, hát a Irosvai atya is az volt, illetve ez a jó Modestus atya Távol-Keletről. Tehát őnekik ez volt a fölfogásuk, hogy a misszió az Jézus Krisztusnak az akarata, és ezt végezniük kell. És hát ugye volt egy ilyen bizonyos megtorpanás, hogy a második vatikáni zsinat idején, amikor hát azt mondták, hogy hát a megkeresztelkedés az nem olyan létszükséglete az üdvösségnek, hogy aki nincs megkeresztelve, az föltétlenül el fog kárhozni. Mert ugye úgy, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Csak hogy egyet felejtettek el, hogy amikor a jézusi tanítás elhangzik, annak előtte azt mondja Jézus, hogy menjetek el az egész világra, tanítsátok őket, mindannak megtartására. Tegyetek tanítványom már minden népet. A tanítványságban benne volt az, hogy hozzátok közel hozzám. Tehát ne csak egy ilyen elméleti
tanítás legyen, vagy mint a mai időkben van egy információ, hanem az járja át az embereket. A tanítványság által kerülnek közel Jézus Krisztushoz és egyházához, és ilyenkor mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Mert akinek nem ajánlották föl elégségesen a hitet, azt nem lehet arra rá erőtetni, hogy most keresztelkedjen meg. Tehát ezért is szokták a papok mondani, hogy ha valami készület legyen, nem mondjuk azt, hogy ne kereszteljék meg a gyereket, akkor kicsit várjunk fel, hogy készüljenek. Hogy említettem is, hogy volt olyan uralkodó, Szent Vladimir áthajtotta a Nyeperen az oroszokat, elmondta nekik egy pár pop, hogy ezt kell hinni, Jézus Krisztus, Isten, Szent Lelket, Szent Háromságot, meg kell tartani ezt és ezt, keresztet kell tudni vetni, tudjátok, hiszitek, hiszük, na, nyomás, átmentek a Nyeperen. És megkeresztelte az oroszokat, ugye? Mert azt mondta, hogy ezeket így kell. Na most, ez ugye így nem megy, hogy erőnek erejével tegyünk valakiket keresztényé, és akkor azt mondták a II. Vatikáni zsinat idején, hogy hát végül is az, aki követi a lelkiismeretét, jó szándékú, meg hát egyébként is itt van az a méretetlen, sok más vallású ember, és ez mind elkározik. Nem kározik el. Isten üdvözítheti saját bölcsessége szerint. Hát akkor még minek strapáljuk magunkat? Ha egyszerűen úgyis üdvözüljetnek, akkor minek menjünk? Úgyhogy volt egy ilyen nagy megtorpanás abban az időben, és akkor a II. Vatikáni zsinat hozza az egyik okmányában, az Ad Gentesben a pogány népekhez be, hogy a missziót nem lehet abba hagyni. Nem lehet abba hagyni. Miért nem lehet abba hagyni? Mert Jézus Krisztusnak a parancsa. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ez egy nagyon fontos okmánya a II. Vatikáni zsinatnak. Ugyancsak később ilyen okmányává lett a 6. Pál által kiadott Evangélium Nunciandi. Hirdessétek az evangéliumot. Az ugye minden pápai okmány első két szava tartalmazza gyakorlatilag az okmánynak a lényegét. Hirdessétek az evangéliumot. És ezt akkor adta ki a 6. Pál pápa, amikor 1966-ban, jól emlékszem, Bogotába, meg Dél-Amerikába ment, hogy kérem szépen, ott, ahol hát legalábbis úgy gondoljuk, hogy a kontinens zöme katolikus, mert Dél-Amerikának a zöme katolikus, ott is hirdetni kell az evangéliumot. Szükséges az, hogy ne lankadjon az evangélium hirdetése. És akkor még kapott ez a gondolat egy újabb megerősítést? 2. János Pál pápától ő is kiadott egy komoly, nagy ilyen apostoli buzdítást, a Redemptoris Missio, a hirdetés a missziónak a megváltója. Ugye, tehát ez a címe ennek a pápai okmánynak, és 2. János Pál pápa is nagyon fontosnak tartja a missziót. És ugyancsak mi magunk is ezt látjuk, hogy azt nem lehet abba hagyni, még Magyarországon sem, mert a hit az nem örökölhető. Tehát nem úgy van, hogy valakinek a szülei hittek, akkor automatikusan ő is fog hinni. Hanem újra, meg újra kell kezdeni minden emberrel. És ezért a missziónak a gondolata most már így osztódik meg, hogy van belmisszió és van külmisszió. A bel, amikor egy ország kereszténynek mondott, régi országon belül kell újra meg újra a misszióval, az evangelizációval foglalkozni. És ezek a verbiták, akik Magyarországra jöttek, vannak vagy biztos vagy 30-40-en már, javarészt külföldiek, ezek ezt végzik, és mi egyházmegyünkben is sok helyütt voltak már, elmennek, mozgatják a fiatalokat, bemutatják az ő életüket, hogy mennyire eleven, hogy éppen ma valakivel itten beszélgettem, hogy Indiában, ugye, ott, ahol vannak katolikusok, ott egészen más, és nem egy ilyen elfáradt az egyház, mint nálunk itt sokszor tapasztaljuk. Na most hát, ezek is onnét jöttek, ezek a verbiták, főként
Indonéz-szigetvilágból vagy Indiából, ezt a munkát végzik. És hát ennek nagyon sok tagja van ma, mert először is vannak a kimondott verbiták, azok több mint 6000-en vannak a világon, de vannak apáca rendek is, és nagyon sok ilyen világi hívőt is befognak ebbe a munkába. Legyen az sajtóapostolkodás, legyen betegápolás, legyen iskoláknak a nyitása, vagy hát mint Magyarországon, ahogy említettem is, hogy körömben nagyon sok cigány ember él, és oda mentek közébük, hogy mert ha reál politikusok vagyunk, mondjam így, valamit tennünk kell itt az országnak, most már nem is tudom, 10 vagy 20% a cigány, nem tudjuk pontosan mennyi, talán ők maguk se tudják, de nem lehet azt, hogy ne zárkóztassuk föl őket hitbe, kultúrába, mert akkor végzetes következményei lesznek még az ország számára is. A cigányság számára 3 dolog a megmentő öv: evangelizáció, nem babonaság, evangelizáció, munka és tanulás. Ez a 3. A többi másod segélyeket osztogatunk, az csak egy pillanatra való. És hát ezt akarják ezek a jó verbita atyák is. És hát ugye említettem, hogy hát vannak olyan ismert verbita atyák, akik nagyon sokat tettek annak idején magyar egyházért, hát talán többen találkoztak is a Kondor atyával, aki Fatimában volt, Kondor Lajossal, ő mindig a magyarokat segítette. Ott volt, mint verbita misszionárius, és az, hogy ott van magyar keresztút Fatimába, sok magyar emlék, magyar kápolna, minden, az neki köszönhető, és bármikor mentek oda, a magyarok nagy készséggel segítette őket, de hát lehetne az Őri István, sok mást, akik a magyar egyházat, ahol voltak Rómából, vagy olyan helyekről, ahol szabadabb volt az egyházi élet, mindig készséggel segítették. És ugye az a jó, hogy igen sok fiatalja van ennek a rendnek, és nem lanyhul. Tehát most az a tapasztalatunk, hogy nagyon, nagyon virulens rend, és hát az a helyzet állt be, hogy annak idején innét mentek a misszionáriusok harmadik világba, most onnét jönnek már ide, hogy valamit tegyenek a magyar népért. Szintén egy másik gondolata Szent Arnold Janssennek, akit 6. Pál pápa boldoggá, 2. János Pál pápa pedig szentté avatott. Ezt mondja: a szó, melyet kedves gyermekeim szívébe szeretnék mélyen belevésni, így hangzik: csak Istent keressük minden munkánkban, és senki se tudjon felülmúlni Isten ügyének buzgó szolgálatában és dicsőítésében. Tehát minden munkánkban, és ebbe beletartozik mindenféle, a hétköznapi, a bármiféle munkánk, hogy Istent keressük. És ő mondja azt, hogy Isten a szükséges pillanatban gondoskodni fog. És így a építkezésre vonatkozóan mondja, hogy belekezdjünk egy építkezésbe, legfeljebb 10%-a legyen meg annak az összegnek, ami majd az építkezés során szükségeltetik, mert hogyha valakinek minden pénze megvan valamire, és hogy így mondjam, kulcsra készített valamit, akkor elbízza magát, hogy megoldok én mindet. Van annyi pénze, hogy megszem. Legfeljebb 10%-a legyen, mert akkor rájön arra, hogy
közben az isteni segítségre rászorult, és Isten mindig azon a helyén segít ott, ahol éppen szükség van. Ő ezt így az intézmények, az iskoláknak az alapításánál mondta. Én ismerek közelebbről nagyon sok ilyen verbi tatyát, mondom, magyar származásút is ismerek, és ezek közül a filipínok közül is többeket, és az a véleményem róluk, hogy nagyon fölszabadult emberek. Nem olyan formában, hogy nem tudják, hogy mit tesznek és hogy viselkedjenek, hanem belemernek vágni olyan dolgokba, aminek nemhogy a végét, a közepét se látják. És elindulnak. Hát ugye eljön Indonéziába, eljön ide, megtanulja ezt a kegyetlen nehéz nyelvet, a magyart, meg minden. Eljön, majd megoldódik. És olyan vidáman, olyan a jókedvűen állnak hozzá ahhoz, amit csinálnak, és általában mindenütt megszerette őket a nép, mert ezzel a felszabadultság, hogy hát ők abban a munkába álltak bele, ami Jézus Krisztusé, és hát így mellettük áll a pásztor, aki segíti őket. És hát láttam is ilyen előadásukat, és bemutatták azt ilyen videóképeken, hogy ő náluk mi van, hát kedve azon, hogy nagyon sok gyerek van Indonéziában. Tehát nem úgy van, mint nálunk, hogy kihaló falvak vannak, hanem egyre több fiatal születik, és hát egész más az ottani élet. Ennél fogva mondjuk sokkal többen elindulnak akár a szerzetes életpályára, papi életpályára, vagy a missziókba. És ez van bennük egy ilyen jó értelembe vett felszabadultság, és nem egy ilyen európai lehangolt, depressziós és megfáradt szemlélet. Mert én azért azt látom, ha bármerre megyünk, de ez Európa minden táján így van, ha beszélget az ember, mindenki panaszkodik Európába. Mindenki. Tehát a jóléti államokban van a legtöbb depressziós ember, és hát mindenki panaszkodik, hogy az idén már nem megy úgy, mint tavaly, meg előtte, meg minden. Szóval, hát most nem személy szerint mindenki, hanem ugye ezek a népek. Ez van rajtunk egy ilyen nagy megfáradtság. Ezek még ide jönnek, nem tudja, mit hoz a holnap, és csinálja. Ugye, tehát csak az Isten akarata legyen, mint ahogy Szent Arnold Janssen mondta. Én fontosnak tartottam, hogy megemlékezzünk erről a rendről, amely most hát 100 éves jubileumát ünnepli. Minden napra van nekik valami szervezésük. Néztem a naptárokat, ma is valahol, valamelyik faluban vannak, és így emlékeznek arra, hogy 916 óta, itt már 100 éve Magyarországon vannak. Hát olyan jó lenne, hogyha ebből a lelkesültségből valami kevés ránk is ránk ragadna. Dicsértessék a Jézus Krisztus!